Több mint 800 adag étel készül a bátaszéki iskola konyháján, és bár minden jól működik és megfelel az előírásoknak, a képviselőtestület úgy döntött, felújítatják a főzőhelyiséget. Ez is egy hosszú évek óta húzódó folyamat, hiszen ez a konyha valamikor a 80-as években épült, néhány fejlesztésen átesett, de mind konyha technológiájában, mind pedig gépészetében, hát igencsak felújításra szorul. Terveink szerint mintegy 180 millió forintos forrást szeretnénk elnyerni a Top Plusból, melyből megoldanánk ennek a konyhának azokat a problémáit, hogy normális klimatizálás, megfelelő légelszívás lenne az egész konyha területén, és szeretnénk olyan konyha technológiai eszközökkel felszerelni, ami biztosítja továbbiakban is annak a mintegy 750-800 főnek az ételelőállítási feltételeit, akik jelen pillanatban is igénybe veszik, és hát szeretnénk, hogyha ezt olyan korszerűsítése tudnánk megvalósítani, hogy át tudnánk állni több menüsrendszerre, hogy adott esetben még szélesebb réteg számára tudjuk biztosítani a vendégebédet, azaz, hogy minél többen jöjjenek és a bátaszéki konyhából vásárolják az ebédjüket. Nem csak korszerűsítik a konyhát, de szerkezeti változtatásokat is terveznek. Maga a konyha alapterülete behatárolja a lehetőségeinket, de természetesen belső építészeti átalakításokat is szeretnénk végrehajtani annak érdekében, hogy úgy épüljön meg és újuljon meg a konyha, ami a használhatóság szempontjából is a legoptimálisabb, természetesen betartva az élelmiszerhigiéniai és egyéb előírásokat. Mintegy 600 gyermek veszi igénybe az étkeztetést, akik per pillanat ugye a konyhából, a konyha által főzött ételeket eszik. Szociális ellátásban is mintegy 200 adagot főz a konyha, és ezen felül van egy mintegy 100 adag, aki vendégebédben részesül. Tehát ezt szeretnénk megtartani, bővíteni, korszerűsíteni, minél szélesebb körben tudjunk élelmet és étkezést biztosítani. A pályázatot legkésőbb március 31-éig kell beadnia az önkormányzatnak. Természetesen megkezdtük ennek a pályázatnak az előkészítését, keressük és egyeztettünk azon konzorciumi partnerekkel, akikkel az előkészítésben már tudunk együtt dolgozni, hiszen el kell készíteni egy tanulmányt a pályázat benyújtásához, ami leírja az eszközigényeket és minden olyan feltételt, amivel be tudunk pályázni, és össze kell állítani egy lazább költségvetést, hogy ez miből valósulhat meg. Az elbírálás a benyújtás követő 60 napon belül várható, tehát azt gondoljuk, hogy 2022 közepére már eredmény lehet azzal kapcsolatban, hogy nyerte a pályázat. Ezt követően indulna meg maga a konkrét tervezési folyamat, amely alapján egy közbeszerzési eljárás keretében választanánk meg a kivitelezőt. Azt gondolom, hogy ha ezt az ütemet így ebben a formában tudjuk tartani, akkor valamikor 2023 közepe lehet az az időpont, amikor ez a konyha megújulhat. A Top Plus pályázati lehetőségeket kihasználva 7 projektre nyújtanak majd be tendert.